Bővül a csok. A kormány a jövőben az LTP-ből felszabaduló forrás csoportosítja át a családi otthon teremtési kedvezmény bővítésére. Megváltozott látogatási rend, hosszított nyitvatartással üzemel az északi temető. November 1-én reggel 7 órától este 8 óráig lesz látogatható. Tanácsadónként 30-40 darab szerződés is kötöttek a lakástakarékkal foglalkozó szakemberek abban a 36 órában, amikor még államilag támogatott LTP-ket nyithattak az ügyfelek. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az ügyfelek leginkább önerő gyűjtésére, elő- és végtörlesztésre fordították a lakástakarék konstrukcióban megspórolt összegeket. A kormány a jövőben a csokot bővíti, az LTP-ből felszabaduló forrást átcsoportosítják a családi otthon teremtési kedvezmény kiterjesztésére. 125 igen és 49 nem szavazattal elfogadta a parlament a Fideszes Bánki Erik által benyújtott törvénymódosító javaslatot, melynek értelmében eltörölték a lakástakarékok 30%-os állami támogatását még október közepén. Azoknak, akik már rendelkeznek LTP-vel, a megkötött futamidőre még biztosítják az állami támogatást, viszont már nincs lehetőség növelni a havi befizetendő összeg mértékét, illetve nem lehet hosszabbítani a futamidőt 10 évre. A parlament alig 36 óra alatt döntött a javaslatról, azokban az órákban nagy mértékben megnövekedett az érdeklődők száma, tanácsadónként 30-40 darab szerződést is kötöttek a lakástakarékokkal foglalkozó szakemberek ez idő alatt. A lakástakarék konstrukció állami támogatása már 20 éve működik Magyarországon, olyan megtakarítási forma ez, amellyel a lakással kapcsolatos célokat tudják finanszírozni az ügyfelek, így lakás vagy telekvásárlás vagy lakásfelújításra köthető. Ami tapasztalható tendencia volt, és ugye ez Magyarországon is jól látszott, hogy folyamatosan növekedtek az ingatlanárak, és most jelen pillanatban is ugye növekszenek, és inkább az emberek önerőgyűjtésre használták ezeket a számlákat. Tehát, hogyha azt nézem, hogy egy 20 milliós ingatlan szeretett volna akár egy család vagy egy pár megvásárolni, az ugye minimum 20% önerő kell, az 4 millió forint. Körülbelül ezt a 4 millió forintot két havi 20 ezer forintos lakástakarék pénztárral 6 év után ugye össze tudták gyűjteni, és ezután vettek fel inkább hitelt, vagy ugye a lakástakarékhoz járó konstrukcióból vették fel a hitelt. Ami másik még nagyon fontos dolog volt, ugye a hiteleknek ugye a végtörlesztése, az, hogy hamarabb letudjam ugye a futamidő lejárta előtt, vagy hogy előtörlesztek, hogy ugye a fennálló tőketartozásom csökkenjen. Tehát inkább ugye önerőgyűjtésre használták, végtörlesztésre vagy előtörlesztésre. A lakástakarék konstrukció továbbra is működik hazánkban, csak állami támogatás nélkül. A bankok próbálnak új lehetőséget kínálni a lakás célú megtakarításokra. Ők azt próbálják biztosítani majd, hogy ugye 30%-ot egy fix 5% kamat bónusszal fogják kompenzálni, és ugye a futamidő, a minimum futamidő változott 4 évről 6 évre, ugye a 10 év az természetesen megmaradt, és ugye a futamidő végén pedig már egy kedvezőbb 2,9%-os fix kamatozású hitelt lehet felvenni. Ami viszont egy picit árnyalja a képet az az, hogy ezeknél a szerződéseknél is lesz ugye szerződés kötési díj, ugye ami 1% a szerződéses összegnek. Kérdés az, hogy ugye ez mennyi lesz partiba ugye az 5% kamattal, valamint az is nagyon fontos, hogy a 2,9%-os hitelkamat az nem THM. Tehát ott még azért különböző költségeket fognak rátenni, de még így is egy versenyképes konstrukció lesz. A csokot bővíti a kormány a jövőben. Eddig a két gyermekesek nem vehették igénybe a 3%-os fix kamatozású hitelt, most már viszont ők is jogosultak, 10 millió forint erejéig, ami azt jelenti, hogy a futamidő végéig garantált a 3%, valamint a három gyermekesek felvehető keretösszege is emelkedett 15 millió forintra, hangzott el a stúdióban. Nyilván a csokkal kapcsolatosan nagyon fontos azt tudni, hogy az elsődlegesen az új építési ingatlanokat próbálják támogatni, viszont nyilván a használt lakásoknál is van egy bizonyos keretösszeg, amit rendelkezésre áll. Az új építési ingatlanoknál azoknak jár a 10 millió forintos támogatás, akiknek három gyerekük van, és vagy új ingatlant vásárolnak, lakás családi házat, illetve építenek újat. Nyilván, hogyha valaki használt ingatlant vásárol, akkor ott kevesebb lesz ez a szám. A csok elbírálását már 30 napon belüli határidőre szabták, a családi otthon teremtési kedvezményt a pénzintézetek pedig már önerőként is elfogadják. Abban az esetben egyszerűbb dolga van az igénylőnek, ha már rendelkezik telekkel, de azt is lehet finanszírozni ebből a konstrukcióból.
Már október 27-től hosszított nyitvatartással üzemel az északi temető. November 1-én például reggel 7 órától este 8 óráig látogatható a sírkert. Ez idő alatt megerősített biztonsági szolgálat is működik a temető területén. Az autósok november 1-én reggel 7 órától 10 óráig ingyenesen hajthatnak be a hozzátartozók sírjaihoz. Vannak, akik már beborították friss virágokkal szeretteik sírjait, azonban sokan ezt minden szentek napjára hagyják. A kelta eredetű keresztény ünnephez kötődő szokásokat nem csak a hithű keresztények gyakorolják. Ilyenkor mindenki megemlékezik elhunyt hozzátartozójáról. A nagy forgalomra való tekintettel a temető a szokásosnál tovább tart nyitva. 27-én, 28-án a hétvégén is már reggel 7-től este 7-ig tartottunk nyitva, 29-30-án ugyanúgy reggel 7-től este 7-ig, 31-én és 1-én pedig reggel 7-től este 8 óráig állunk a temető látogatók rendelkezésére. Sajnos a megnövekedett forgalommal együtt a bűncselekmények száma is megemelkedhet. Emiatt és a temetőbe látogató hozzátartozók zavartalan megemlékezése érdekében megerősített biztonsági szolgálat működik a temetőben. Együttműködünk a helyi rendőri szervekkel, illetve a polgárőri szervekkel. Ezen az időszak alatt, 27-től a másodikai hosszú hétvégével bezárólag megerősített szolgálatot fognak a temetőnkben ellátni, főleg a virág, koszorúk, eltulajdonítások, illetve az egyéb bűncselekmények elkerülése érdekében. November 1-én ingyenesen lehet behajtani az északi temető területére reggel 7 és 10 óra között autóval, azonban 11 óráig el kell hagyni a területet, hogy az autósok már ne zavarják a megnövekedett gyalogos forgalmat. A hosszú hétvége többi napján az önkormányzati rendeletnek megfelelő behajtási díj van érvényben. Eredménytelen volt az őszi megállapodás a gazdák és az almafelvásárlók között, hiszen az árak ismét az önköltség megtérülése alatt vannak, mondta Elveres János a Magyar Szocialista Párt sajtótájékoztatóján. A megyei elnök hozzátette, közös fellépés szükséges ahhoz, hogy ez a helyzet a jövőben ne ismétlődhessen meg. Politikai kommunikáció volt mindaz, ami történt ezen a területen mindössze, eredmény nem hozott, pedig eredményre szükség lenne. Én azt hiszem, hogy léteznek olyan elgondolások a termelők szervezetei részéről, amelyeket össze lehetne úgy fogni, és mögé lehetne állni akár több párti együttértéssel is Szabadszatmár-Bereg megyében, hogy hasonló évek ne következzenek be a jövőben. Ez minimum egy középtávú együttműködés kell, hogy legyen, és mind a termelők, mind a feldolgozók, az értékesítés láncban résztvevő szereplőknek is a bevételre, a bevonására, a részvételére szükség van. Enélkül szerintem tartós megoldást nem lehet kialakítani. Több mint 146 millió forintból újult meg a Somogyi Rezső általános iskola Kisvárdán. A beruházást egy elnyert EFOP pályázat tette lehetővé a kisvárdai tankerületi központban, valamint Magyarország társfinanszírozásával valósulhatott meg. Az intézmény még 1875-ben épült, a város legrégebbi általános iskolája, így már nagy igény volt a korszerűsítésre. Ünnepélyes keretek között adták át a felújított Somogyi Rezső általános iskolát Kisvárdán. Az intézmény a város legrégebbi iskolája, még 1875-ben épült. A főépület a legrégebbi szárnya az iskolának, a korszerűsítésére már nagy volt az igény. A beruházás során teljesen felújították a mellékhelyiségeket, lecserélték a tantermek és a folyosók falburkolatát, valamint az ajtókat is. Ez mind a 9 teremben megvalósult. A beruházás során az irodák is megszépültek, de a teljes fűtési rendszer is megújult. Ezeken túl oktatási eszközöket, iskola és irodabútorokat is vásároltak. Ezekre a fejlesztésekre 146,2 millió forintot kapott az intézmény. A Somogyi Rezső általános iskolában 266 diák hétköznapjait segíti a korszerűsítés. Iskolánknak két fő profilja van, az egyik a nyelvi képzés, ami évek óta már nagy sikerrel folyik, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 8-ból leballagó diákjaink közül nagyon sokan rendelkeznek már középfokú komplex, vagy pedig szóbeli és írásbeli nyelvvizsgával. A másik pedig a sakka fő profilunk, ami a Polgár Judit Sakka Alapítvány referencia iskolájának is tagjai vagyunk, jelenti ezt a sakkos projektet, és diákjaink versenyekre, tehetségkutatókra járnak.
A kisvárdai tankerületi központban több intézmény is megújulhatott egy pályázatnak köszönhetően. Ezekre a fejlesztésekre már nagy volt az igény, hiszen évek óta nem volt ehhez hasonló beruházás, amely az oktató-nevelő munkát ilyen nagy mértékben segíti. Tankerületi szinten összesen 2010 tanuló iskolai körülményeit javítja a korszerűsítés. A tankerületi központunk az FOP 4.1.3 17-es kódszámú pályázat keretében 7 intézményben pályázott felújításra, infrastruktúrális fejlesztésekre. Ezekben a fejlesztésekben megújultak az intézményeknek a belső területei, megújultak a nyilászárók, felújításra kerültek a mosdók, fűtéskorszerűsítésre is sor került, illetve taneszközöket vásároltunk, iskolabútorokat, irodabútorokat. Az átadó ünnepségen a város polgármestere azt hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a diákok és pedagógusok egyaránt jól érezzék magukat az intézményben, és öröm legyen iskolába járni. Kisvárdán 2 általános iskola is megújult a pályázatnak köszönhetően. Egyik legfontosabb a nevelési intézményeink megújuljanak, olyan infrastruktúra legyen, ami nagyban segíti az oktatást, nevelést, és mind a 2 iskola, egyik egy legrégebb iskolánk, a Somogyi Rezső, több mint 100 éves, a másik iskolánk egy újabb iskola, de ugyanolyan nívó színvonalas munkát végeznek, és mind a 2 intézményre ráfért már egy nagy arányú felújítás. A fejlesztések segítik a minőségi oktatást és nevelést, valamint megteremtik azt a lehetőséget, hogy minden településen adott legyen az iskolák modernkor igényeinek megfelelő 21. századi felszereltsége. Nyíregyházára érkezett a Szent László út kiállítás. A tárlat a magyar lovak királyhoz kötődő örökségút településeit mutatja be. A Szent László úthoz jelenleg 44 erdélyi és magyarországi település tartozik, amelyeket idén felvidéki és vajdasági helységekkel terveznek bővíteni. Erdélyből Bihar, Hargita, Hunyad, Kolozs, Kovászna, Maros és Szilágy megye 32 települése, Magyarországról pedig 12 település, köztük többek között Szabolcs, Napkor, Baktaló rendháza, Laskod és Kisvárda alkotja a Szent László örökségutat. A Szent László úthoz egy kiállítás is kapcsolódik, amely a hálózat településein található örökségeket mutatja be. Ez a vándortárlat most Nyíregyházára érkezett. A projekt megfogalmazásakor egy olyan emblematikus történelmi személyiséget választottunk a projekt zászlóvivőjéből, tehát ezt egy lovag király esetében azt gondolom mondhatjuk nyugodtan, hogy ő viszi a zászlót immár 1000 év távlatából is, aminek a célja ennél azért sokkal összetettebb. Tehát azt a szakmai közvéleményt akartuk összefogni, azt a szakmai munkát akartuk segíteni, amely a magyar múlt ébrentartásában, a magyar épített örökség ébrentartásában nap mint nap dolgozik Székelyföldtől Budapestig. Hálózatot akartunk szervezni a projekt eredményeképpen, azokat a szakmai kapcsolatokat, amelyek megvannak az egyes kutató műhelyek között, szorosabbra fűzni. A projekthez jelenleg 44 település tartozik, a jövőben még 4-jel szeretnék ezt kiegészíteni. Ennek köszönhetően olyan települések is újra kapcsolatba kerülhetnek, amelyeket korábban elválasztott a történelem. Az 50 millió forintos projekt a Hieroteosz Egyesület és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat közös pályázata. A magyar kormánynak kiemelt célja a határon túli magyarokkal való kapcsolatunk ápolása, amelyre az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program révén is lehetőséget biztosítunk. Az operatív program keretében hazai és uniós források segítségével megvalósuló EFOP 5.2.2-17 transznacionális együttműködések felhívás célja a kölcsönös tanulásnak, az információcserének, a jó gyakorlatok megosztásának, illetve az emberek, szervezetek összekapcsolásának támogatása, a határon túli magyarságot érintő események, programok megvalósításán keresztül. Ezen pályázati felhívás keretében valósul meg az Örökség, ami összeköt, Szent László emlékezete Közép-Európában című projekt is, amely Szent László királyunk emléke köré épülő közös identitáson és közös hagyományon alapul, és amely az anyaországi és a határon túli magyarok közötti kapcsolatápolását célozza.
Szent László király nevéhez sok csoda és legenda kapcsolódik, emlékei összekötik a Kárpát-medencét, emelte ki beszédében a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kormány megbízott. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy milyen emlékeink vannak a múltból. Büszkék vagyunk ezeknek az emlékeknek a tárgyasult formájára, és természetesen büszkék vagyunk őseinknek a cselekedeteire egyaránt. És ahhoz, hogy ezek az emlékek ne csak emlékek maradjanak, ahhoz nekünk nagyon sok feladatunk és tennivalónk van. Szeretnénk, hogy ezek a múltbéli történések, ezek a múltbéli eredmények ne csak emlékként, hanem emlékezetként legyenek meg. Akkor én azt gondolom, hogy nekünk és a mindenkori magyaroknak feladatuk az, hogy megfelelő módon, megfelelő méltósággal emlékezzünk őseinkre, őseink munkájára. Szent László uralkodása alatt biztosította az ország egységét, püspökség és apátság alapításával megerősítette az egyházat. A magyar uralkodói eszmény egyik legtökéletesebb megtestesítője hangzott el a Vándor kiállítás megnyitóján. Fontos a Nyíregyház és az osztrák oktatási intézmények közötti jó partnerkapcsolat tovább erősítése. Ez dr. Barabás László tiszteletbeli konzul emelte ki a Városházán tartott fogadáson. Az eseményen megemlékeztek az osztrák köztársaság kikiáltásának 100. évfordulójáról. 1918. november 12-én az osztrák ideiglenes nemzetgyűlés kikiáltotta az osztrák köztársaságot. A következő 20 év azonban nem alakult túl szerencsésen a szomszédos ország számára. 1938-ban a német hadsereg bevonult Ausztriába, és másnap Hitler beolvasztotta az országot a harmadik birodalomba. 1955. október 26-a a következő fontos dátum Ausztria életében. Ekkor hirdette ki ugyanis a bécsi parlament az örökös semlegességről szóló nyilatkozatot. Az osztrák állam ezzel teljesítette az utolsó szovjet kritériumot is, így visszanyerhette teljes szuverenitását. Ma visszanézünk, hogy milyen jelentőség van ennek, vagy a manapság milyen jelentősége van, akkor azt lehet mondani, hogy lehet látni, hogy azok az állapotok, amikor egy állam elveszíti a függetlenségét, akármilyen körülmények között, akkor azok az állapotok még akkor is, ha abban a pillanatban talán véglegesnek, vagy nagyon hosszú távonak tűnnek, hogyha nem felelnek meg a körülményeknek, a hosszú távú körülmények realitásainak, akkor az nem fenntartható, és előbb-utóbb, akkor vissza fog állni az úgymond természetes rend. Az esemény után majdnem pontosan egy éve Magyarország is mérföldkőhöz érkezett. Sokak szerint az 56-os forradalomra nagy hatással volt az osztrák esemény. A két állam kapcsolata azóta is szoros. Tiszteletbeli konzul Barabás úr, osztrák tiszteletbeli konzul, ugye itt székel régóta a Városház épületében, hagyományosan ezt mindig megünnepeljük, most pedig egy kerek évforduló van. Én azt remélem, hogy, amit évek óta remélek, hogy ez a magyar-osztrák kapcsolatokban, itt a mi városunkban is érzékelhető lesz, olyan programokat mindig forszírozom, a kulturális, sport, turisztikai kapcsolatok építését, ami közelebb hozza az embereket, a nyíregyházakat konkrétan, a megyebelieket Ausztriával, és fordítva is, tehát egy kölcsönösség indul el. A Városházán rendezett megemlékezésen a tiszteletbeli konzul kiemelte a partnerkapcsolatok közül az oktatási intézmények és a civil szervezetek közötti együttműködést. Ezeket mind Ausztria, mind Nyíregyháza szeretné még tovább erősíteni. Együttműködési megállapodást írt alá a Nyíregyházi Kosárlabda Klub, a Nyíregyházi Sportcentrum, a Nyíregyházi Élsport Kft. És a Nyírpazonyi Kosárlabdázók Egyesülete. A cél az, hogy nőjön az utánpótlás és felnőtt csapatok száma, valamint minél több játékos neveljenek a Nyíregyháza Blue Sharks számára. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége több programot is indított annak érdekében, hogy minél több fiatallal megszerettessék a sportágat. A dobda kosárba és a kosárpalánta programnak már látszik a hatása, megyei szinten is nőtt a fiatal kosarasok száma. A cél a létszám további növelése és a tehetségek fejlődésének biztosítása. 27
utánpótlás csapat működik 23 edzővel a négy sportszervezetben, 409 versenyzővel, és a terveink szerint ez 2022-re 487 versenyző lenne 32 csapattal, és több mint 30 edzővel. Illetve azzal is, hogy a felnőtt csapatok számát is szeretnék bővíteni az együttműködő felek, hiszen jövőre a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. MB2-es kosárlabda csapatot is fog indítani. A cél az, hogy ez a létszám ez 2022-re elérje ezt a tervezett létszámot, az, hogy az együttműködés ez gördülékenyen működjön, mindenki lássa azt, hogy akik egy bizonyos korosztályig nevelnek, azok utána hova adják át a gyerekeket, a gyerekeknek legyen egy jövőképe. Hogyha például nálunk befejezik 16 éves korban a kosárlabdázást, hova kerülhetnek tovább Nyíregyházán. Ezt mi azzal segítjük, hogy akik eligazolnak tőlünk, azokért a Nyíregyházi Kosárlabda Klub, vagy a Nyíregyházi Kosárlabdázók Egyesülete, vagy a Sportcentrum pont az élsporttól nem fog kérni nevelési költségtétést, ezek nagyon jelentős összegek. Ez mind azt mondja, hogy mindenki egy célért dolgozik, azért, hogy legyen eredményes fiú és férfi kosárlabda a Nyíregyházán. A sportág térképén korábban Fehérfoltnak számító Nyírpazonyban közel 30 alsó tagozatos általános iskolás gyerek kosárlabdázik. Nagyon tetszett a gyerekeknek, tehát a kosárlabda egy népszerű sportág, tehát ezt tudjuk nagyon jól. Ez egy olyan sportág, amit egyedül is tudnak játszani. Nem kell hozzá sok minden, kell egy palánk, kell egy labda, és két streetball pályát két évvel ezelőtt a Nyíregyházi Kosárlabda Klubban, ami már építettünk Nyírpazonyban, úgyhogy adottak voltak a lehetőségek. Az NB1B-ben szereplő Nyíregyháza Blue Sharks játékos keretét túlnyomó többségben saját nevelési kosarasok alkotják. A megállapodás garancia lehet arra, hogy az a jövőben is így legyen. Alapvető célunk az mindenféleképpen és minden sportágban, hogy hány saját nevelésű felnőtt játékost tudunk a felnőtt csapatokba feladni, úgyhogy az eredményt egy kicsit háttérbe szorítva, én azt gondolom a tömegbázis növelésével ezeket a célokat meg fogjuk tudni valósítani, és elmondható lesz nem csak a kosárlabdában, hanem más sportágokban is, hogy hasonló eredményeket és mutatókat tudunk majd biztosítani. Az érintett egyesületek tornák szervezésével is igyekeznek játék lehetőséget biztosítani a fiatalok számára. A hét második felében a Nyíregyházi Kosárlabda Klub ismét megrendezi a Nemzetközi Ötvös Kupát, amelyen 8 U16-os csapat lép majd pályára. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Bővül a csok, a kormány a jövőben az LTP-ből felszabaduló forrás csoportosítja át a családi otthon teremtési kedvezmény bővítésére. Megváltozott látogatási rend, hosszított nyitvatartással üzemel az északi temető, november 1-én reggel 7 órától este 8 óráig lesz látogatható. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 30-án pénteken. Friss hírekkel legközelebb holnap este. Várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik holnapunkon is. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Holnap párás időre számíthatunk. Az átvonuló hidegfront mögött kedden pár fokkal hűvösebb, szerdán már valamivel enyhébb, de továbbra is száraz levegő áramlik térségünkbe. Az előttünk álló éjszaka felhős idő valószínű, majd késő délutántól többnyire gyengén felhős idő várható. Éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet. Eső zápor egyaránt előfordulhat. A délnyugati szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben eleinte változóan, majd gyengén felhős idő várható sok napsütéssel. A köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő, csapadék nem valószínű. A déli szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. Csütörtökön újabb hidegfront közelíti meg térségünket, ami pénteken és szombaton okoz felhős, többfelé csapadékos időt. Pénteken még szokatlanul enyhe időnk lesz, majd szombattól a csúcshőmérséklet fokozatosan ugyan visszaesik, de még így is az ilyenkor elvárhatónál enyhébb időnk lesz. A folytatásban már csendes, őszi idő várható eleinte csak néhol, később már többfelé napközben is megmaradó ködfoltokkal.